A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan megjelentek egyéb elfoglaltságaik ellenére, időszakítottak a mai rendezvényünkre. Ma este olyan témákról lesz szó, amelyek közvetlenül befolyásolják az ágazatunkat az elkövetkezendő időszakban. Ilyen például a közös agrárpolitika aktualitásai, különösen a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok, és nem utolsó sorban a földforgalmi törvény változásai. Előadóink izgalmas témákat járnak majd körbe ma este. Még éppen csak elkezdődött az esztendő, de látjuk, van dolgunk idén is. Február 15-e van. Ma éjfélig lehet feltölteni az elektronikus gazdálkodási naplókat vállalásainkkal. A legfontosabb, hogy minden tábla legyen fent, és minden táblánál megfelelő jogosultság, permetezési napló, jogcím, kötelezettség legyen bejelölve. A következő fontos dátum március 31-e lesz. Ez a dátum a nitrát szolgáltatás, nitrát jelentésnek a bejelentési határideje. Elektronikusan kell megtenni ezt a bejelentést mindazoknak, akik nitrátérzékeny területen gazdálkodnak, vagy annyi állatot tartanak, hogy az a háztartási mértékű felhasználást meghaladja. Megkérdőjelezhetetlen érdekeink mellett emeltünk fel ismét hangunkat múlt pénteken Záhonyban, ahol mi is ott voltunk. Itt megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a vármegyéből csatlakozott gazdatársainknak, akik közül tudom, hogy itt is jó páran jelen vannak. Ezúton is köszönöm a közreműködésüket. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy a 2024-es év hoz bőven újat, kihívásokból, problémából, azonban lehetőségekből is. A dolgunk, hogy továbbra is álljuk a sarat, és merjünk élni a lehetőségeinkkel. Most pedig felkérem Varga Gábor képviselő urat, hogy ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, helyettes államtitkár úr, tisztelt megjelentek, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előbb egy sajtótájékoztató volt, és tudom, hogy milyen fontos témákról beszélünk, és milyen alaposan ki kell beszélni ezeket a témákat, úgyhogy rövid leszek. Az előbb az Imre mondta, hogy milyen fontos dátumokhoz értünk el. A magyar gazda az egy fontos dátumot szeret, amikor eladta a termését, és azért megfelelő mennyiségű ellenszolgáltatást kap. Szerintem az a legfontosabb. Tehát egyszerűen nonsens, az egyik barátom pár nappal ezelőtt mondta, hogy részletezte, hogy milyen frankó és jó dolog a gazdálkodási naplót kitölteni, éjjel 3-ig dolgozott vele. Nem egy buta srác, és én azt gondolom, hogy ennél azért egyszerűbben kellene az agrárpolitikát. Nem a mi dolgunk, nem a gazdák dolga az, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. De ehhez, hogyha már ennyien összejöttünk, én nagyon örülök neki, hogy ennyien vették a fáradtságot és eljöttek, és meghallgatják ezt a három szerintem nagyon fontos olyan témát, ami mindannyiunkat érinteni fog. És én azt gondolom, hogy a mai tanácskozás, vagy a mai ilyen összejövetelünk akkor éri el az eredményét, hogyha úgy megyünk majd el, hogy mindenki kapott valamit. Ki a gazdaságának az átadásához kapott olyan instrukciókat, amivel azt gondolja, hogy a fiának, gyerekének, unokájának át tudja majd adni, és ezért mindenki jól jár. Ki a közös agrárpolitikának haszonélvezője lehet, ki pedig a vidékfejlesztési pályázatok, 69 vidékfejlesztési pályázatból ki tudja magának venni azt, amelyet ő szeretne az elkövetkezendő időszakban pályázni. Nem véletlen volt az, hogy amikor ezt a tervezgettük a mai napi rendi pontokat, és hogy milyen előadókat kit hívjunk meg, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a megyei elnöke kérdezte, hogy én szerintem kit. Én azt mondtam, hogy
az itt ülő három ember közül legyen az, akit meghívunk. Bár nagyon sok mezőgazdasághoz és gazdasághoz értő ember van ma Magyarországon, de aki számunkra, a vidéki emberek számára hiteles, és érte a mi nyelvünket, és tudja azt, hogy mi az, hogy gazdálkodás, és a múltban is, a jelenben is, és remélem a jövőben is hiteles emberként tekintetünk rá, mint mezőgazdaságban, mezőgazdaságért dolgozó ember, azok most itt vannak. Úgyhogy még egyszer nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Hogy köszöntsem kedves barátomat, Zászlós Tibor urat, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét. És Bögyös Zsoltot, akit nem biztos, hogy itt, aki itthon van, otthon be kell mutatni. Mondjuk úgy, hogy leánykori nevén az MVH főosztályvezetőjét, kirendeltségvezetőjét. Az agrártámogatások tekintetében azt gondolom, hogy itthon ő az az arc, akinek meg kell jegyezni az arcát, telefonszámát, és ettől fognak tudni működni jól a dolgok, higgyék el. Én is hozzáfordulok kérdéssel, amikor megakadunk. Régóta vagyunk kollégák, és bízom benne, hogy marad is a barátság, de félretéve, azt gondolom, hogy nagyon régen voltam olyan fórumon, amikor teltházas művelődési házat tudtunk megtölteni, mi gazdálkodók az agrárium miatt. Elnök úr súlyos kérdéseket feszgetett, sok-sokra megvan a válaszunk, sok-sokra megvan a kérdésnek a felvetésünk. A legfontosabb látni azt, hogy együttműködünk, egymásnak válvetve tudunk dolgozni, és közösen kell keressük azokat a megoldásokat, ami az elmúlt időszaknak, de azt is mondhatjuk rá, hogy ennek az elmúlt időszak megbolondult pillanatainak talán sokaságából adódik. Én igyekszem inkább a támogatás politikáról beszélni, de nem lehet elmenni az elmúlt időszaknak a nehézségeiről. Nem tudom, hogy meddig kell visszamenni ahhoz, hogy fel tudjuk sorolni, mi minden nehézség jött szembe az agráriummal. Mert még ma is nyögjük a koronavírusnak a utóhatásait, emlékszünk áldozataira, még emlékszünk arra, hogy nem tudtunk gépet, eszközt venni, mert mindenki azt mondta, hogy nincsen chip, mert elakadt egy hajó egy csatornába, és meg fejrált tőle a világ. Olyan asszály jött velünk szembe, legalábbis ahonnan én jövök, hogy egyik gazda sem tudott térdig érő kukoricánál magasabban büszkélkedni. Nehéz kérdések. A kamat, az infláció, az energiaárak és nagyon sok minden. De azt gondolom, hogy a sok nehézség mellett az a fontos üzenet, amiről szeretnék önöknek tájékoztatást adni, hogy hol tart a mai közös agrárpolitika, mi a mi lehetőségünk, milyen lehetőség van a magyar agráriumnak a megújítására. Tibor utánam, főtitkár úr, a generációváltásról fog beszélni. Hol tudunk lehetőséget teremteni a vidéken élő fiataloknak? Mit tudunk biztosítani ahhoz, hogy legyen helyben megmaradás, legyen biztos becsületes jövedelem, legyen jövőképünk, családalapításunk? Szerintem ez a fontos kérdés. És ahhoz, hogy erről tudjunk beszélgetni, szerintem egyet lépjünk hátra, hogy lássuk azt, hogy hol vagyunk most. Ha 2014-től 20-ig vizsgáljuk, akkor azt tudjuk rá mondani, hogy 1400 milliárd forint volt, hogy újuljon, szépüljön, kiegészüljön és bővüljön. 2020 és 23 között volt egy átmeneti időszak. Azt mondta Magyarország kormánya, hogy amennyit hozzá lehet rendelni a támogatásokhoz, azt ő hozzáteszi. Ez 80%. Ezt úgy kell egyszerű módon megérteni, lefordítani, hogy minden kifizetett 10 forint támogatásból 8 forint hazai költségvetésből kerül hozzárendelésre. Már csak egy kérdésre vagyunk attól, hogy miért hívjuk ezt uniós forrásnak? 10 forintból 2 az uniós, 8 a hazai. Ez adja azt a kellő háttámlát, ami egészen 21, 22, 23-ban, ha pontos akarok lenni, akkor 1570 milliárd forint volt az a támogatási összeg, ami hozzárendelésre került az agrárium fejlődéséhez. Ebből volt precízió, állattartás, gépeszköz, kertészet, élelmiszeripar. Az volt az elsődleges cél, hogy igyekezzünk egységes árulap termelő képesség irányába elmozdulni. Hogy elérkezünk a közös agrárpolitika stratégiai tervéhez, és higgyék el, nem akarok sok számot mondani és ámítani önöket a nagy számokkal, de ezek a mi lehetőségeink. 5500 milliárd forint. Ezt vágjuk ketté. 2500 milliárd forint a terület és állatalapú támogatás. Ez az, amit a falugazdászok közreműködésével minden áprilisban megigényelnek. Ez az a támogatási összeg, amiből
300 milliárd forint nagyságrend kerül kifizetésre minden év október 16-a után. Ez akkor is kifizetésre került, amikor mérhetetlenül nagy asszály volt. Meg a tavalyi évben is, amikor olyan áron kellett tudni értékesíteni, vagy el se adni, ami egyikünk sem gondolt volna. Ezért rettenetesen fontos, hogy jó támogatási kérelem kerüljön benyújtásra. Ezek nagyon komoly támogatási összegek. Ha a tavalyi évet vizsgáljuk az agráriumban, ez 1407 milliárd forint kifizetés volt. Ebben benne van minden. 1400 milliárd forint. Mert nagyon fontos az agrárium. Mert rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszer előállítás az önrendelkezésünk része. Ezért is nekünk a legfontosabb intézkedésünk a feldolgozó kapacitásnak a fejlesztése. Egy rettenetesen egyszerű üzenettel kellett megfogalmaznunk, a helyben megtermelt javaknak legyen egy helyi feldolgozó kapacitása. Mert megtanultunk termelni. Mondjuk rá azt, hogy megtanultuk tárolni. Egy idős professzor barátommal beszélgettem, ő meg azt mondta, hogy nem az a tudás, hogy tudunk-e termelni. Az a tudás, az a valami, amikor tudunk eladni. És most pont azt az időt éljük, hogy az a valami, amikor tudunk eladni, és ahhoz, hogy el tudjunk adni, piacképességgel tenni. Pont olyan pályázatokat igyekszünk írni, ami képes a megtermelt javakat piacképessé tenni. Ma azt mondják, áruvá készítés gépei, technológiái, post-harvest. Tudjuk feldarabolni, megmosni, becsomagolni. Amikor én tanultam, akkor azt mondták az egyetemen, hogy a megtermelt javakat bőrében kell aladni. Emlékeznek ilyen mondatra? Nem olyan régen jártam iskolába, higgyék el. Én meg már azt hiszem, hogy vákumcsomagolva van rá vevő. Nem lábon kell elhajtani a terményt, hanem lehet, hogy hűtve. Fura világot élünk, de ez nincs tőlünk messze. Ez pont annyira nincs tőlünk messze, mint higgyék el, én és faluról jövök, nagy érték annak, akinek van egy 50-es traktorja. Tudják, azzal a széles lemezüléssel. Annak az embernek elmagyarázni, hogy de jó lenne, hogyha olyan traktort venne, aminek még fülkéje sincs, és nem is kell odaülni. A kettő között óriási a különbség. De gondoljanak bele, 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy drónnal fognak permetezni. Tavaly meg itt volt a szomszédfaluban, meg lehet ebbe is. Így fejlődik az agrárium. Nekünk meg az a dolgunk, hogy a felgyűlt tudást, az innovációt, megteremteni az együttműködésnek a lehetőségét, együtt gondolkodni, a folyamatosan változó világnak kihívásaira együtt találni olyan megoldást, amivel életbe lehet maradni, eredményesen lehet gazdálkodni. Próbáljunk meg versenyképesek lenni, valahogy kibírni mondjuk azokat az energiaárakat és az energiafüggőséget csökkenteni, és itt helyben termelni. Pont ehhez írtunk ki tavalyi esztendőbe. Én azt gondolom, hogy rendhagyó módon most először bátran merem mondani, hogy előttünk még ezt nem próbálta meg senki. 69 darab pályázati felhívásnak a menetrendjét. Kitettük decemberbe, hogy mit fogunk csinálni következő év decemberig. Ez azért merész vállalás, mert ezt be kell tartani. Én pedig arra buzdítom önöket, hogyha olvasható formában látják, akkor szakítsák ki az újság közepéről, ragasszák ki a hűtőre, vagy oda, ahol sokszor elmennek, gondolják át, készüljenek fel. Mert most van az agrárium fejlődésének a lehetősége. 2900 milliárd forintról szól az 69, elárulom, egy picivel több lesz, 72 darab pályázati felhívás, amit meggyőződéssel mondunk, hogy valóban az agrárium megújítását tudja szolgálni. A legelső, azok a líderekről szólnak. Azok a helyi akciócsoportok, amiből 105 behálózza Magyarországot. Alulról jövő, mondjuk rá azt messziről, hogy apró összegű támogatásokkal, de a legfontosabb támogatással tudja a legjobb ötleteket támogatni, megvalósítani. Aztán jön egy csomag, ami zöld intézkedéseket tartalmaz. Mert hogy az összes pénznek a 36%-át nagyon nem szép szóval használva, zölden kell elkölteni. De ez ennyi volt tavaly is, meg tavaly előtt is. De ha kibontjuk, hogy mi a 36%, akkor megértik. Ide tartozik az agrárkörnyezetgazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás. 1,5 millió hektár, abból az 5 millió, kerekítsünk, majdnem 5 millió hektáron gazdálkodunk mi itt ma magyarok. Ebből 1,5 millió hektár környezettudatos, fenntartható módon vagy ökológiai gazdálkodásba vonva jelenítődik meg.
Azt gondolom, hogy a gazdálkodónál nincs jobban a természet kincseit megóvó ember. Olyan, aki át akarja adni, örökül akarja adni a következő generációnak, hiszen ez lesz a mai előadásnak egy második témája. Ezek a zöld költések. 1000 milliárd forint egészen 27 vagy elszámolási időszakkal, nézzük együtt 29-ig. Van 1450 milliárd forint előttünk, amiről érdemes sokat beszélni. Ezek a beruházási támogatások. Ide tartozik az élelmiszeripar. A terménytisztító, takarmányelőállító, állattartó telepek. Ide tartozik a kertészet, üveghűtőház, ültetvénytelepítés, gyógynövény, aroma. Nem fogom felsorolni, mert nem egy taxatív felsorolás a lényeg. Igyekeztünk kevesebb pályázati felhívásba, nagyobb támogatási összeget, egyszerűsített szabályok mentén végrehajthatóvá tenni. És azért szóltunk novemberbe, decemberbe, hogy ezt fogjuk tervezni, hogy legyen ideje mindenkinek megismerni a szabályokat. Hogy elmondjuk előre, hogy melyek azok, amik változtak. Azt gondolom, hogy az egy szerencsés időpillanata, szerintem a hazai agráriumnak és a magyar vidéknek, hogy nem kellett új stratégiát írni. Láttuk azt, hogy az elmúlt időszakokban mindig stratégia követett. Nem kell feltalálni a meleg vizet, mert van. Működött az elmúlt két év pályázati felhívásai. Minden benyújtott jó pályázat elnyerte a támogató jogiratát. Ezért most az a dolgunk, hogy levonjuk annak a következményeit, amit láttunk belőle, hogy mégis mi volt, ami rossz, ami nehéz, ami sok mindenkinek fejvakarást okozott. Így jutottunk el oda, ahol most tartunk. Szerintem érdemes beszélni az alapokról. 50% támogatás intenzitás. Ezt is úgy lehet lefordítani, minden jó ötletnek a felét kifizeti a támogatás. Az a vissza nem térítendő rész. Na de mitől lett több, mint eddig volt? 15% több lett támogatásra jogosult az, aki fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül. Már legalább 18 éves, még nem töltötte be a 41-et, és legkésőbb, vagy legfeljebb 5 éve gazdálkodik. Gazdaság átvevő. 15% több lett támogatás. Egy 100 forintos projektnél, azért nem mondok nagyobb számot, mert nem kell nagyot mondani hozzá, egy alaptámogatással 50 forint önrész. Ha ezt egy fiatal gazda csinálja, vagy egy gazdaságátvevő, 35 forint. 65 forint a támogatás. Ha kollektív módon hajtja végre valaki a beruházását, összeállnak többen, vagy termelői csoport, vagy más kollektív módon végrehajtva, több lett 10%. Ha ökológiai gazdálkodásból származó terméket dolgoz fel, több lett 10%. Nagyon sok egyéb variációt tettünk még hozzá. Mi az, amivel végrehajtható lehet? Hogyan lehet élni az előleg kérelmével? Hogy ne kelljen banki garanciával gondolkodni. Ne kelljen a bankoknak többlet terheket fizetni, hónapokat várni azért, hogy a projekthez legyen egy indító tőke a meglévő önerőnkhöz. Dolgozunk a bankokkal közösen, hogy a felmerült költségeknek az elszámolásába jelentős segítséget nyújtson az előttünk álló pályázati felhívások. Megváltoztattuk a korábbi időszaknak a szabályait, ami arról szólt, hogy 50%-os mezőgazdasági árbevétellel lehetett csak pályázni. Ez volt az a küszöb, ami megóvta az agrárium számára az ide szánt pénzeket. Azért kellett lecsavarjuk 40%-ra, mert az elmúlt 3 év pályázatai, amikor terménytisztítót, amikor szárítót, takarmányelőállítót és feldolgozó üzemet támogattunk, bizony átolta az árbevételt. Levittük 40%-ra. Megváltoztattuk az üzemméretnek a számítási módszertanát. Nem lehetett korábban. 277 forinton váltottuk az eurót. Én azt gondolom, a teremben mindannyian váltanánk ma ennyiért. Ugye? Ezért kellett reál értékre hozni. Nem tudtuk megtenni korábban. Ezek a fontos változásai, én azt gondolom, a vidékfejlesztési programnak. Vagy annak a folytatásának, a stratégiai tervnek. Ahol sokkal hatványozottan meg tudjuk jeleníteni a megújuló energiának a jelenlétét. Ahol végre eljutunk oda, hogy tudunk együtt gondolkodni, és alternatívát kínálni a fiataloknak. Csomagba gondolkodunk, mint ahogy említettem, a zöld, a beruházási támogatásoknál, és megérkezünk a legfontosabb, talán számunkra közel álló részhez, mert régen hirdettünk fiatal gazda támogatást. Ennek megvan a történelmi oka. A vidékfejlesztési program megcsontosodott annyira, hogy nem tudtunk rajta olyan módosítást végrehajtani, amivel egy élhető, vidéken, helyben gazdálkodó fiatalnak tudjunk nyújtani támogatást,
Most elérkezett annak az ideje, hogy ez év nyarára meg tudjunk jeleníteni egy konstrukciót. Hosszú vita előzte meg. Ki a fiatal gazda, aki még sose gazdálkodott, vagy az, aki gyerekkorától bevonták a mezőgazdaságba? Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek a helyének kell, hogy legyen. Az új és indulónak, és annak, akinek már tudása, kötődése és gyökere van. Sőt, mondok még egyet hozzá, az erdészeti terület. Mert vannak erdőn gazdálkodó fiataljaink is. Mindegyikre lesz lehetősége. De egyet tudok ígérni, hogy pont a fiatal gazda lesz az, ahol nem törekedtünk az adminisztráció csökkentésére, hanem arra törekedtünk, hogy szoros együttműködésbe, szoros kapcsolatba az elejétől a végéig kísérjük, és szakmai támogatást tudjunk ahhoz nyújtani, hogy eredményesen tudja befejezni. Mert a mai pillanatban talán kétszer lehet örülni egy fiatal gazdának. Egyszer, mikor megnyerte, másodjára, mikor megszabadult tőle. És ez így nincsen jól. Akinek van, az tudja, hogy miről beszélek. Aki meg ismer olyat, az is. És egy támogatásnak nem az a lényege, hogy egy örök életre tartó nyomot hagyjon maga után, és elnyomorítson, vagy elvegye a kedvét, hanem pont ellenkezője lenne ennek a feltétele. Ugyanilyen fontos a mezőgazdasági kisüzem. Ezt pedig hittel mondom, hogy a legnépszerűbb és a legfontosabb intézkedése volt, még akkor is a vidékfejlesztési programnak, hogyha összesen 112 pályázati felhívásra sikerült majdnem 3500 milliárd forintot elkölteni, kötelezettséget vállalni ebbe a elmúlt mondjuk 10 éves terminusba. Mégis a mezőgazdasági kisüzem volt a legfontosabb. Tudják miért? Közel 20 ezer családi gazdálkodót sikerült megszólítanunk. Őstermelőt, kis- és középvállalkozót, akinek még van mezőgazdasági tevékenysége, még őrzi azokat a tudást, a hagyományt, szeretné kiegészíteni a keresetét, mert már nem főállásban kell végezni. És arra adtunk egy általány támogatást, hogy vegyen belőle újat vagy használtat, facsemetét vagy állatot. Őrizze meg, fejlődjön, ettől legyen a következő időszak pályázatképes gazdálkodója. Folytatni fogjuk a közös agrárpolitika kereteiben is. Mint ahogyan egy kiemelt része, én azt gondolom, már csak egy halmazon maradt hátra, amiről kevés szót említettem, az pedig a hagyományos értelemben vett vidékfejlesztés. Ez az, amikor az önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel tudunk együttműködni. Csak az elmúlt másfél évben közel 4500 km mezőgazdasági külterületi út épült. Ez garantálja azt, hogy össze tudunk kötni településeket, meg tudjuk óvni a gépeket, eszközöket, hatékonyá lehet tenni a mezőgazdaságot. Ez egy nem bátor kijelentés, de a rendszerváltozás óta erre nem volt példa. Majdnem 5000 kilométer, 1500 önkormányzat. Tudnám nagyon sokáig hosszan sorolni, hogy hány útrészlet, 2700 útrészlet újult meg. Majdnem 500 vadonatúj vagy meglévő piasznak a megújítása történt meg kis településeken. Ez az, ami elsődleges értékesítési helye a kézműves termelőknek. Ez az a hely, ami meghatározza a település arcát. Nagyon sok önkormányzattal állunk együttműködésbe a szennyvízkezelésnek a megoldására. És még számos intézkedésben tudtunk együttműködni, ahol egyházi és önkormányzati létesítményeket kellett tudunk felújítani. És ezek ugyanolyan fontos lépései ennek a stratégiai tervnek, mint amilyen egy feldolgozó kapacitás vagy egy állattartás. 2024 van. Ez 27 és 29-ig tart ez a program. Meg fog jelenni idén egészen biztos mind a 69 pályázati felhívás. Azért fontosak ezek a találkozások, hogy megosszuk egymással a gondolatainkat, kritikákat, észrevételeket, javító szándékú megjegyzéseket, hogy mi is tanuljunk belőle, vagy elmondhassuk önöknek, hogy az a pályázat, ami most megjelenik, és a beadás között kellő időt szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy fel tudjanak készülni. Alapesetben 24 hónap a megvalósítás. Meg még van utána egy 5 éves fenntartási időszak. 7 évről beszélünk. Ez egy rendkívül hosszú idő, és azért kell egy megfontolt jó döntés, mert ez minden jó ötletnek csak az első felét adja. Meg kell számolni, számot vetni otthon, hogy mi az, amire szükség van, és mi az, amire keret van, és most van itt az agrárium fejlődésének lehetősége. Bátorítom önöket a jó döntés meghozatalára. Keressék a falugazdász kollégákat, pályázatírókat, szaktanácsadókat. Igyekszünk feltételül, vagy a felkészüléshez lehető legnagyobb időt, keretet rendelkezésre bocsájtani.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.